Sok szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, mint ahogy előző alkalommal is a Kezdők alkalma című adásunkban találkoztunk, most folytatjuk a Kezdők alkalmát egy újabb témával, fogadjátok szeretettel, akkor kérem az Ágit, hogy ami hozott nekünk, üzenetet azt ossza meg velünk. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Öröm a számomra, hogy a Biblia általános alapvető ismereteiről beszélgethetünk. Ahogyan tettük azt már az előző alkalmakkor, ugye beszélgettünk, hogy hogyan is tud az ember Istenhez közeledni, az imádság során mi beszélünk Istennel. Az igeolvasás során az Isten szól hozzánk. Nagyon fontos, hogy naponta olvassuk a Bibliát, és nagyon fontos az, hogy az Isten igéjéből ne csak az általános mindenkire vonatkozó üzenetet értsük meg, hanem lehessen személyre szóló üzenetünk Isten igéjéből, ami által Isten megszólíthat bennünket, és meg is szólít. A szolgáló testvéri közösségről is beszéltünk. Ez egy nagyon áldott közösség, ahol tudunk egymásnak tükröt tartani, és az Úr ezen keresztül tud bennünket tökéletesíteni olyan módon, hogy megszólít az ő lelke által. Szükségünk van arra, hogy egyre jobban megismerjük a mi szerető mennyei atyánkat. Erről is beszéltünk, hogy kicsoda az Isten, az örökkévaló, a teremtő Isten, ami mennyei atyánk a Jézus Krisztusban, és aztán pedig a múlt alkalommal az ő fiáról, Jézus Krisztusról kezdtünk el beszélni, amit ma folytatunk. Tehát az Istenségnek ugye az Atya, az örökkévaló Isten, egy Istent imádunk, aki Atya, Fiú és Szentlélek, és ennek az egy Istennek három megnyilvánulási formája van. Isten, a tökéletes Isten adta az ő fiát, Jézus Krisztust, aki testet öltött. Erről beszéltünk a múlt héten. Ma hoztam egy ígét, szintén Jézus Krisztussal kapcsolatban. Az ige a Timóteushoz írt első levél, második rész, negyedik versétől a hatodik verséig így hangzik. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, már hogy Isten, és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonysága maga idejében. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és minden ember eljusson az üdvösségre, Isten igazi megismerésére. Az ember az üdvösségét elveszítette a bűn által, és a bűn behozta a halált, éppen ezért az ember a kárhozatba került. Elszakadt Istentől, és elszakadt az Istentől való közösségtől. Ez a legnagyobb baj, amikor az ember nincs közösségbe Istennel. Éva, amikor a tiltott gyümölcsből evett, nem gondolta azt, hogy ennek következménye lesz, mert a bűnnek mindig megvannak a következményei, hogy elszakad Istentől. A legnagyobb baj az, hogy az Istennel való közösséget, hogyha elveszítjük, akkor eztnek a helyreállítására nagyon nehéz dolgok szükségesek, hogy az ember visszakerülhessen az Istennel való közösségbe, a mennyei atyával való közösségbe, ehhez Isten egy nagyon nagy áldozatot hozott, és ez máma az áldozatról fogunk beszélni,
hogy kinek volt szüksége erre az áldozatra, miért volt erre szükség, Istennek volt szüksége az áldozatra, vagy embereknek, mert hogy az idők során az ember próbálta az Istennel való közösséget úgy helyreállítani, hogy különböző áldozatokat hozott. Már a pogány világban is, akik nem egy Istent imádtak, hanem bálványokat, emberi áldozatokat hozták, egyesek a saját gyerekeiket áldozták föl mindenféle idegen isteneknek, akik tulajdonképpen nem is voltak istenek, de ez egy emberi erőlködés volt, úgy gondolta az ember, ha odaadja Istennek a hozzá nagyon közel állót, és arról lemond, akkor majd Isten kegyeibe kerül, és közössége lesz. Aztán voltak különböző étel és ital áldozatok, de ezek nem vittek közelebb Istenhez. Vajon miért nem? Égő áldozatok voltak, és a legkülönbözőbb hála áldozatok, aztán mindenféle öncsanyargatást végző áldozatok, ezeket nem akarom felsorolni, és az időt se húzni vele, mert nagyon ismeretesek, de miért nem vitte az áldozat közelebb Istenhez az embert? Én úgy gondolom, hogy azért, mert ezek külső dolgok voltak. A véráldozat is, az állatok feláldozása nem történt az ember belsejében változás. Belülről nem történt a változás, mert hogy a bűn is belülről jön. Nem az fertőzteti meg az embert, ami kijön a száján, ami bemegy a száján, hanem az fertőzteti meg, ami belőle kijön, ami ugye nagyon ocsmány dolgok ezek. Én úgy gondolom, hogy az áldozatra az embernek volt szüksége, de mivel az ember önmagáért és a bűneiért nem tudott olyan áldozatot hozni, ami igaz lett volna, ami igazságos lett volna, az igaz Isten, a tökéletes Isten ezért az ő egyszülött fiát adta áldozatul az emberért, hogy a vele való közössége az embernek helyreálljon. Én itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt mindnyájan érezzük és lássuk, hogy Isten igazságos Isten. Igaz Isten, akiben nincs bűn, akiben nincs hamisság, akiben nincs romlottság. Az ember megromlott a bűnei miatt, pedig az embert is Isten tökéletességre teremtette, de a bűn, a gonosz megrontotta. Az igazságos Isten, hogy Isten igazsága Jézus Krisztus azt jelenti, hogy tökéletes, azt is jelenti. Én úgy gondolom, hogy az embernek volt szüksége arra, hogy ne csak a bűneiből nyerjen szabadulást, hanem a halálból is, hiszen a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Ebben a kegyelmi ajándékban csak azok érvényesülnek, akik a Krisztus áldozatát elfogadják, és akik odaszánják az életüket Krisztusnak. Isten tökéletes áldozata volt Jézus Krisztus, és nem csak az ember számára jelentett megváltást, hanem a teremtett világ számára is. És úgy gondolom, hogy ez a tökéletes áldozat a tökéletes Istenből származott, romlatlanságból, Isten testet öltött Jézus Krisztusban, aki addig az Atya kebelében volt, olvassuk János apostol írásába. Tehát Jézus testet öltött, megszületett. A megváltásról akkor kérlek, hogy néhány gondolatot mondjál erről az egyszeri, tökéletes áldozatról. Igen.
Még kitérnék arra, hogy már az Ószövetségben is gyakorolták, amint Ági erről beszélt, az áldozatok bemutatását Istennek. Többféle áldozat volt, volt bűnért való áldozat, volt hála áldozat, volt dicsőítő áldozat, nagyon sokféle áldozat volt, és hogy szerintem az áldozat az egy jelzés volt, mégpedig egy emlékeztetés volt, hogy az embert emlékeztette arra, hogy halálra méltó a bűnei miatt, ahogy él, ahogy gondolkodik, halálra méltó, és hogy ez elgondolkoztathatta mindig az embert, amikor vitte az áldozni valóját, akár Jeruzsálembe, vagy ahogy ezt gyakorolták, és hogy valóban nem az Istennek volt erre szüksége, bár a pogányoknál az elv az volt, ugye latinul így hangzik, hogy do, ut des, adok, hogy adjál. Mint egy az áldozattal a pogányok akartak hatni Istenre, egyrészt ne haragudj rám, adok neked, hogy adjál nekem, adjál bőtermést, tehát mindenféle dolgokat így akartak kicsikarni áldozatokkal, és hát egyéb más módon is. De hát ezeknek az áldozatoknak kialakult aztán a liturgiája, és hát a lényeg az volt, hogy a főpap mutatta be ugye az áldozatot. Van ugye még ma is Izraelben az engesztelésnek a napja, ugye, hogy megpróbálják Istent keresni, ha már az áldozati formák meg is szűntek. Egy évben egyszer van. Egy évben egyszer van, igen. És hát az Ószövetségben ugye ezt nagyon szigorúan gyakorolták, az áldozatokat, meg volt az előírás, hogy melyik az állatnak melyik testrészét mutathatják be, melyik lesz a pap tulajdona, hogy a vért hova kell önteni, és így tovább. Tehát kialakult ennek a ceremóniája, és eluralkodott a nagy ceremónia, a proféták pedig kezdték mondani, hogy szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, inkább Isten ismeretét. És hogy a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg, ugye Ézsaiás prófétában a belsőnek a... És eljött az idő, éppen most olvastuk a Márk evangélium elején, hogy betelt az idő, hogy elközelített Isten országa, és lejárt az áldozatoknak az ideje. A Krisztus eljövetelével lejárt az áldozatok bemutatásának ideje, és ezt az a tény is igazolja, hogy Izrael népe nagyon buzgón gyakorolta az áldozatok bemutatását, külön nagyon szigorú előírások között, erre nem akarok kitérni, és amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotán, és feltámadott, az Úr még egy rövid ideig elhagyta az áldozat bemutatását, és Titus, amikor bevonult Jeruzsálembe, és lerombolta a templomot annyira, hogy a katonák kőkövön nem maradt, szétbontották a köveket, hát hogyha a résekbe aranyat találnak. Beleolvadt az aranya, hogy fölgyújtották a templomot. És a zsidóknak
el kellett hagyni Izraelt. És 2000 évig, hát nagyon nehéz ezt látni, hogy távol kellett élni a hazájuktól, és nincs áldozat a mai napig sem. Megszűnt. Megszűnt az áldozat, mert Jézus Krisztus maga az Isten báránya, aki önmagát adta értünk. Tehát ő helyettesítő áldozat volt, egy példát szeretnék erre mondani, hogy megértsük egyszerűbb nyelven ezt a helyettesítő áldozatot, hogy egy templomnak a tetejét egy tetőfedő javította, és hát végezte komolyan, odaadóan a munkáját, és egyszer csak érzi, hogy megcsúszott, és hogy hát a szörnyű dolog végigvonult az agyán, hogy most leesik az utca kövére, és ott fog meghalni, elvérezni, vége az életének. És csodák csodájára épp akkor vezetett egy pásztor, akkor vezette a nyáját ott a templom mellett, és ez az ember egy bárányra zuhant rá, és felfogta a testével, és az ember nem törte össze magát, hanem a bárány halt meg helyette. Valami ilyesmi történik a Golgotán is, hogy Krisztus helyettünk meghalt, mert Isten igazságos ítélete szerint méltók vagyunk a kárhozatra. És az Úrnak eleve ez volt a döntése, hogy megmenti az embert a kárhozat hatalmából, de ez a tökéletes, egyetlen áldozat, ez a Jézus Krisztus személyébe történt. És hogy nem kell újra és újra áldozatokat vinni az oltárra, hanem Jézushoz kell fordulnom, az egyetlen tökéletes áldozathoz. Igen, én ezt nagyon világosan értem és látom, és jó lenne, ha mindnyájan is erre a világosságra el tudnánk jutni, hogy Jézus volt az az egyszerű és tökéletes áldozat, aki az életét adta a Golgotán, mint igaza, nem igazakért, magára vette a bűneinket, bűnné lett életünk, hogy az embert megmentse. És hogy én úgy gondolom, hogy azért is rombolódott le, és szűnt meg a templom és az áldozat Jeruzsálemben, mert a tökéletes áldozat megáldoztatott, és ez Jézus Krisztus volt, és többet nincs szükség áldozatra, nincs újabb állatáldozatra, illatáldozatra, ételáldozatra szükséges, mert az Isten báránya, Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, tökéletes áldozat volt, és az Atya megnyitotta az utat. Tehát Krisztus által megnyílt az út az üdvösségre. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy Jézust a halál nem tarthatta fogva, sem a sír, hanem Jézus feltámadt, és az Isten feltámasztotta őt a halálból, mert igaz és tökéletes volt az az áldozat, amit ő a Golgotán elvégzett. És ez annak a csodája is, hogy mi is fel fogunk támadni, és egy tökéletes országnak lehetünk majd a polgárai Jézus Krisztus érdeméért. Tehát ami nagyon fontos, hogy Jézus miattunk, helyettünk és értünk halt meg a kereszten. Isten úgy szerette ezt a világot,
hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Hogy is olvastuk itt az ígét a Timóteushoz írt első levél második részébe, Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Isten akarata, hogy az ember a sötétség hatalmából megszabaduljon, és megismerje Isten igazi lényét, amely igazságos és szerető Isten. Tökéletes szeretet van Istenbe, ezért is adta az ő egyszülött fiát, és csak egyetlen egy közben járó van Isten és emberek között, olvastuk itt a Timóteushoz írt levélben, ez pedig a Krisztus Jézus, és ő mindenkiért adta önmagát váltságul. Egyedül Jézus Krisztus a közben járó. Ő feltámadott, és ül az Atya Istennek jobbján, és az a csodálatos, hogy könyörög érettünk. A Szentlélek Úristen az, akit elküldött Jézus, miután elment, azt mondta előtte, hogy jobb néktek, hogy elmenjek, hogy elküldjem a vigasztaló Szent Lelket, amely majd megtanít benneteket minden igazságra, és amely bennetek lakozik majd, és nálatok marad. Krisztus nem hagyott árván, ma sem hagy egyetlen hívőt se. De ő az egyetlen út, az igazság és az élet, és az Atyához csak általa lehet menni. És a Szentlélek az, az Atya és a Fiú lelke, ami segít bennünket erre az útra. A legközelebbi kezdők alkalmán a Szentlélekről fogunk gondolkodni, beszélgetni a Biblia alapján. Örülök, hogy együtt lehettünk.